Oroszország egyharmadával csökkentette az Ukrajnának szállított földgáz árát, erről született megállapodás Viktor Janukovics ukrán elnök moszkvai tárgyalásain. Mindeközben az ukrán ellenzék előrehozott választásokat követel. Kijevben már hetek óta tartanak az ellenzéki demonstrációk, amiatt, hogy Janukovics orosz nyomásra az utolsó pillanatban lemondta az unióval tervezett szabad kereskedelmi egyezmény aláírását. Szövetségesként fogadta Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrán kollégáját, Viktor Janukovicsot Moszkvában. Remélem, hogy előre tudunk lépni a legkényesebb kérdések megoldásában. Kétség sem férhet ugyanis ahhoz, hogy Ukrajna stratégiai partnerünk és szövetségesünk, jelentette ki Putyin. Janukovics elsősorban a gázügyletek rendezését várta a találkozótól. Figyelembe kell vennünk az előkészített döntéseket, elsősorban a kétoldalú kereskedelem terén, ami stratégiai jelentőségű, fogalmazott az ukrán elnök. A földgáz mellett Ukrajnának újabb orosz kölcsönre is szüksége van a súlyos gazdasági helyzet miatt, annak ellenére, hogy bármilyen megállapodás Oroszországgal csak további tüntetésekhez vezet. Az ukrán ellenzéki képviselők közben megbénították a kijevi parlament működését. A parlamenti elnöki emelvényt ellenzéki honatják foglalták el, emiatt Volodymyr Rybák házelnök a padsorokból jelentette be, hogy berekeszti az ülést. Az ellenzék egyik vezetője, Vitali Klitschko volt boxvilágbajnok, előrehozott választásokat követel. Az elnök azt állítja, hogy nem tart az előrehozott választásoktól. Írjon ki tehát választásokat 2014 márciusára, követelte az UDAR, vagyis Ütés nevű párt vezetője. Az ellenzék újabb nagyszabású demonstrációt hirdetett a kijevi függetlenség terén. Követelik, hogy Janukovics ne írjon alá semmiféle megállapodást Oroszországgal. Feltételezik ugyanis, hogy az államfő olyan dokumentumok aláírására készül, amelyek értelmében Ukrajna közeledhet az orosz-fehér-orosz-kazah vámunióhoz.